Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden PPH, Honor Trade részvénytársasága Nyílt Akadémia és a Tanada 2-del Kft. Közös rendezvényén. Én Bartatusek Nébolya vagyok, PPH igazgató. Bartatusek János vagyok, PPH igazgató. A mai képzés két részből fog állni, egy tudatosságfejlesztésből és egy ember és életjobbító coach képzésből, szünetekkel együtt kb. 3,5 órát fog igénybe venni. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogság specialista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Honor Trade ZRT és a Nyílt Akadémia, a Tanada 2000 Kft. Alapítója és vezetője. Az egyik legismertebb mestercoach, személyiség és képességfejlesztő szakember. Nem volt a múltban sem ő, sem hozzátartozói kisztag vagy pártag, illetve vezető beosztású. Nem örökölt se vagyont, se rangot. Nem vett részt a privatizációban sem. 1987 óta szerzett tapasztalatot az emberekkel való helyes bánásmód területén. 91-től lett tapasztalata a csapatban együttműködés területén. 93-tól rendelkezik tapasztalattal a cégvezetés, az ember és az élet működése, a személyiségfejlődés, a problémamegoldás, az emberek vezetése és oktatása területén. 96-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Több pénzintézet vezetője is volt a múltban. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezett piacvezető. A vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízezer ember képzésében vett részt. Nem igazán jellemző, hogy ilyen óriási tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét. 84 óta Budapesten él családjával. Feleségével Mariannal kiegyensúlyozott családi életük van. Két fiúgyermeket neveltek fel. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. 1987 óta szerzett kivételes tapasztalatai és hatalmas eredményei tették őt különleges tudású és képességű emberré. Szedlacsik Miklós úgy lett neves magyar tanító, kiváló előadó, illetve motiváló, hogy átlagemberként hatalmas kitartással és lelkesedéssel ért el eredményeit, szerezte meg egyedülálló tapasztalatait és tudását, az élet vezette a mostani útjára. A vezetőnk több különleges képességeket kapott. Az ember és az élet működésével kapcsolatban hall vagy olvas valamit, ahhoz kap részletes információt és tudást. Képes az emberből és az életről szóló olyan információkat lefordítani a köznyelv számára, amelyeket mások tanítottak, de azok legtöbb ember számára értetlenek. Ha szükséges, képes személyek esetében is információt kapni a múltról és a jövőről. Ha az élet vagy emberismerettel kapcsolatban új kérdés merül fel, gyorsan kap választ, hogy átadhassa az információt. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós, mestercoacht, hogy jön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Na nézzük akkor, hogy mivel is foglalkozunk. Mit csinálunk. Coach képzéseink vannak. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. És egy szakma. Azzal foglalkozik a coach, hogy képes kihozni
abból a szeméből, aki felkereste őt, mert van valami problémája, a problémája megoldása érdekében képes kihozni az illetőből a legjobbat és a legtöbbet. Tehát mint egy edző, a coach egyébként azt jelenti, hogy edző. És a világon sok coachképző intézmény van. Tudomásom szerint Magyarországon mi vagyunk a legnagyobbak. És mondhatjuk azt, hogy kicsiből lett a legnagyobb. Jó, tehát de ezt nem üzleti szempontból, tehát annyiból nagy mértékben eltérünk a többiektől, hogy nem üzleti szempontból csináljuk. Tehát a coachképző intézmények mind üzleti szempontból tanítják, coachokká képzik azokat, akik jelentkeznek. Egyébként a coachképzések ott kezdődnek, hogy mondjuk legjobb esetben is óránként 3-4 ezer forinttól fölfele. Na most ahhoz képest ugye mi egész más összeggel kalkuláltunk, tehát sokkal, de sokkal kevesebben, hiszen nálunk egy óra coachképzés az 330 forint. Ettől eltér mondjuk az első hónap, az 660 forint. És sokkal, sokkal, de sokkal sokrétűbb a képzésünk, és ezáltal terjedelemben is hosszabb, mint bármilyen coachképzés a bolygón. Tehát a bolygón. Tehát mondhatjuk ezt, hogy amit csinálunk, az egyedülálló, de ugye, mint mondtam az imént, nem üzleti szempontból csináljuk ezt, hanem azért, mert én kaptam egy küldetést. Nekem volt egy látomásom avval kapcsolatban, hogy a szervezetemmel az a feladat, hogy bevezessük az embereket az aranykorba. De nyilván mit jelent az, hogy aranykor? Ezt tudni kellene az embernek. Ugye azt jelenti, hogy nincs elnyomás és nincsenek elnyomók. Tehát az azt jelenti, hogy az aranykorban, hát vagyis az aranykorban az elnyomók nem kerülhetnek be. Na most mivel ugye minden embernek, tehát ugye azt tanítják, de néztem ebben kapcsolatban egy statisztikát, hogy képzeljétek el, az a fajta statisztika volt, amelyen felmérték, hogy a lakosság milyen része gondolkodik spirituálisan. Tehát az azt jelenti, hogy úgy kérdezték meg, hogy ki hisz a reinkarnációban. És ebben Magyarország is benne volt ebbe a felmérésbe. És ugye az jött ki Magyarországra nézve, hogy nem olyan rég volt egyébként ez a felmérés, hogy 13%. 13%, és ezzel a legtöbb volt Európában. Tehát a legtöbb. Na most, ez annyit jelent, hogy ugye aki hisz a reinkarnációban, az hisz, idézőjelben ugye így hívják, azért mondom, hogy idézőjelben, de hivatalosan így hívják, ugye, hogy lélekvándorlás. Tehát, hogy magyarul hisz a lélekvándorlásban. Ugye mit jelent a lélekvándorlás? Ugye az, hogy egyik életről a másikra idézőjelben vándorol a lélek. De nekem ez a kifejezés annyira nem tetszik, mert ez azért úgy tűnhet, mintha szabad akaratból történne. Na most, hát ez nem egészen így van. Nem egészen így van. Ugyanis a reinkarnációnak, magyarul lélekvándorlásnak, hát feladata van, tehát küldetése van, amiért itt vagyunk. És egyébként közünk nem lenne a lelkünknek a lélekvándorláshoz, hanem itt a Földön lennénk. Na most, mert ugye csak itt a Földön, meg még egy bolygón gyakorolták
ami már azt jelenti, hogy már nem gyakorolják, csak gyakorolták, és ugye egy másik bolygón ugye előkészület folyik, hogy fogják gyakorolni a lélekvándorlást, mert a Föld már nem erre a szerepre készül. Tehát a Föld bolygó már nem arra a szerepre készül, hogy lélekvándorlás. Na most a lélekvándorlás az nem emberi intézés, hanem magasabb létforma, mondhatjuk azt, a mi megfogalmazásunkban, emberek általi megfogalmazásban, hogy istenek, tehát hozzánk képes istenek, tehát magasabb létforma intézi a mi lélekvándorlásunkat, tehát a reinkarnációt. És abból a célból, hogy a lélek olyan szintre fejlődjön egy, akármilyen hihetetlen, egy élet alatt, tehát valamelyik élet alatt, hogy képes arra, hogy bekerülhessen egy magasabb, tehát képessé váljon arra, hogy bekerülhessen egy magasabb létformába. Mit jelent az, hogy magasabb létforma? A magasabb létformában már nincs reinkarnáció, mert a reinkarnációhoz tudni illik, hogy mielőtt leszületünk, ugye törlik az előző életi tudást. És ez azt jelenti, hogy mindig mondhatjuk azt, hogy tiszta lappal indul az ember, amikor leszületik. Na, mikor, vagyis hát nem leszületik, amikor lejön a lélek. Tehát lejön a lélek. Mert ugye az nem leszületik, hanem csak lejön. Tehát ami azt jelenti, hogy ha lejön, akkor nem itt tartózkodik. Oké? Tehát hol van a lelkeknek a helye? Tehát a Vénuszon és a Marson. És csak úgy mondom, hogy tisztában legyünk ezzel. Tehát létközi állapotban a Vénuszon és a Marson vannak a lelkek. Ugyanis az is egy létközi állapot, akik itt rekedtek a bolygón a halálok után, de azok nem tudnak újra születni addig, ameddig itt vannak rekedve. Na most mivel ugye a léleknek az lenne a sors feladata, mondhatjuk azt, hogy küldetése, hogy olyan szintre fejlődjön, hogy visszakerülhessen a magasabb szintű létformába, ezáltal azok a lelkek, akik itt rekedtek, azok erre képtelenné válnak. Tehát addig, míg nem születnek újra, addig képtelenné válnak, de addig, míg itt vannak rekedve a Földön, addig nem tudnak újra születni. Tehát csak egy újraszületés után követő életben fejlődhet úgy a lélek, hogy képessé váljon arra, hogy olyan mértékű etikai szinten működjön, megéljen előtte olyan tapasztalatokat, hogy képes arra, hogy bekerülhessen egy olyan társadalmi formában, ahol képes a feltétel nélküli együttműködésre. És ezt olyan formában, hogy teljes egészében szeretet alapon történjen. Na most, ha egy lélek nem fejlődik fel egy élete során olyan szintre, hogy képes legyen egy magasabb létformába kerülni, akkor bekerül egy létközi állapotba, majd újra születik. Csak ennek a Földön az időtartama lejáróban van, és ez 2035-tel lejár az a fajta működés, hogy meghalunk, és utána inkarnálódunk újból ide a Földre. Hát megszűnik. Jó, tehát az annyit jelent, hogy azok például, akik hát elég komoly etikai vétségeket csinálnak, azok már nem
reinkarnálhatnak azután ide, hanem hova? Készen van egy olyan bolygó, jó kívül az univerzum szélén, amely hasonlóan fog működni, mint a Föld, de indul az egész emberi létforma onnan, ahonnan ez az emberi létforma indult, tehát a kőkorszakból. És akkor van idő szépen ismét reinkarnálódni. Na most mit jelent az, hogy etikai vétség? Tehát például olyan etikai vétségek, hogy mit tudom én, mondjuk olyat tesz másokkal szemben, amit ő bezzeg nem szeretne vele tenni. Vagy nem tesz meg olyan dolgokat, amit bezzeg szeretne, ha vele megtennének. Vagy elmulaszt megtenni olyan dolgokat, ami a többség érdekét szolgálna. Vagy olyat tesz, ami egy kisebbség érdekét szolgálja a többség rovására. Oké? Tehát itt, ha megnézzük, megvannak a szándékos cselekedetek, meg megvannak a tudatlanságból történt cselekedetek is. Tehát a mulasztás az a legtöbb esetben tudatlanságból történő cselekedet. Azon kívül képzeljétek, még az sem mindegy, hogyha valaki nem a legnagyobb jó érdekében cselekszik. Ez azt jelenti, hogyha egy kisebb jó érdekében cselekszik, ahelyett, hogy egy nagyobb jó érdekében cselekedne, az ártó tett. Az is ártó tett, hogyha olyat tesz, amivel a saját túlélését rövidíti. Tehát ha valaki olyanokat tesz, amivel rövid, vagy olyat tesz, amivel rövidíti a saját túlélését, ártó tett. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik nem tanulják meg, hogy az ártó tetteiket hogyan tudnák utólag, ezt én úgy szoktam mondani, kompenzálni, tehát rendben hozni, ha ezt nem tanulják meg, akkor esélyük sincs a következő életben egy magasabb létformába kerülni. Tehát az aranykor az azt jelenteni, hogy ebben a bőrben, ebben a testben kerülnél be az aranykorba. Világos ez? Tehát ebben a testben, ebben a bőrben. Kivétel azok, akik már nagyon idősek, és már nem tudnák megélni az aranykor idejét. Ők a kivételek. De a többiek, akik ugye nem annyira idősek, azoknak ebben a bőrben kellene, ebben a testben kellene bekerülni az aranykorba. Na most az aranykorba nem kerülhetnek be olyanok, akik most az elnyomást intézik. Tehát az azt jelenti, hogy a bolygó jelenleg minden ötödik ember elnyomó, annak abból az ötből minden, nem, abból az egyből, tehát minden ötödik, tehát százból, ez azt jelenti, hogy 20 ember elnyomó, abból a 20-ból 4 ember nagyon aktív elnyomó. Tehát az ötnek az ötöde, jó? Tehát az ötödnek az ötöde nagyon aktív elnyomó. Az egész bolygó így működik. Jelenleg azért van ez hagyva, hogy így működjön, hogy az emberek tesztelve vannak, hogy hogyan reagálnak az elnyomásra. Az elnyomásra egyetlen reakció lehetne a saját magad fejlesztése. Miért? Mert tudás nélkül az elnyomást, kíváncsi vagyok, ki tudja kezelni. Mert még olyan emberre nem találkoztam. Oké? Tehát tudás nélkül az ember nem tudja kezelni az elnyomást. És ugye azáltal, hogy elnyomást kapnak az emberek az elnyomóktól, tehát
A nem elnyomókat úgy hívjuk, hogy szociális emberek. A szociális emberek úgy működnek, hogyha elnyomást kapnak, akkor sajnos továbbadják az elnyomást. Tehát azt is meg kell tanulnia egy szociális embernek, hogy hogyan akadályozza meg az elnyomás továbbadását még addig, ameddig van elnyomás. Ugyanis az aranykorban már nem lesz elnyomás, és addigra ezeket a dolgokat meg kell tanulni. Oké? Mert ott már nem lesz elnyomás. Ugyanis ahol elnyomás van, ott az emberek sajnos, amikor az elnyomást megkapják, elveszítik a tudásukat. Meddig? Addig, míg abból a helyzetből, abból az érzelmi válságból nem kerülnek ki. Tehát amikor az ember belekerül egy érzelmi válságba, az azt jelenti, hogy rossz állapotba kerül, addig, míg rossz állapotban van, a tudása, amit tanult, használhatatlan. Nem azért használhatatlan, mert a tudás használhatatlan, hanem azért, mert nem jut az eszébe. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy addig az embereknek, ameddig elnyomás van, ha nem tudom, figyelitek-e, hogy egyre nagyobb az elnyomás, még akkor is, amikor már nem kéne elnyomásnak lenni. Hát már nem kellene elnyomásnak lenni, mert nincs járvány. Érted? Tehát gyakorlatilag nincs járvány, és mégis ugyanazok szinte a szabályok, mint mikor a komoly járvány volt. Érted? Na most onnantól kezdve ez azt jelenti, hogy az elnyomás az fennáll, az megmaradt. Na most gondoljátok végig, ha most úgy, hogy nincs járvány, fennmaradtak az elnyomó intézkedések, akkor mi lesz, ha jön késő ősztől a következő járvány? Logikus, nem? Na most ez egy teszt. Tehát teszt az emberek felé, hogy hogy állják a sarat. Oké? Tehát magyarul mi történik velük az elnyomás hatására? Tehát ilyen elnyomást utoljára az emberek a második világháborúban kaptak. Oké? Hát talán egy kicsit nagyobbat is. De az azt jelenti, hogy nem terjed ki a bolygó egészére. Most néztem éppen, hogy a koronavírus.gov.hu-n az az adat van, hogy csak nem 2 milliárd beoltott van már a bolygón. Tehát csak nem 2 milliárd ember beoltotta. És ugye, mintha azt látnátok ti is, gondolom, nem? Hogy mintha ez a beoltási kampány, ez menne tovább. Nem? Na most, lényeg az, hogy ez egy, ami most történik, az egy teszt. Tehát arra vonatkozóan, hogy ki az, aki az öntudatát elveszíti. Oké? Ugyanis azzal, hogyha beáll azokba, abba a sorba, amit ugye a hatalom, a jelenlegi hatalom vár az emberektől, akkor gyakorlatilag nem a oltás hatására, tehát ne értsük félre, tehát bebizonyítja, hogy az öntudata az nagyon-nagyon alacsony szinten van. Világos ez? Na most ráadásul ez elsősorban érdekes módon a fehér embereknél van, ugyanis ugye tudjuk, hogy vannak a fehérek, a barnák, a feketék, meg a sárgák. Tehát ugye van 4 faj. És
ebből a négy fajból a legöntudatosabb a fehér volt. Ami azt jelenti, hogyan bizonyította egy faj az öntudatosságát, hogy mennyi időn belül rázta le a diktatúrát. Tehát a diktatúrikus vezetést. És ugye a fehér faj nem sokáig tűrte sose a diktatúrikus vezetést. Na most, ami most folyik, nem csak nálunk, a világban, azt úgy hívják, hogy diktatúra. Szó szerint. Tehát, ha valaki ezt megkérdőjelezi, az erre csak annyit mondok, hogy hülye. Nem tudok mást mondani. Tehát most diktatúra van. És a fehér faj nagy része, vagy egy része már behódolt. Világos ez? Tehát magyarul öntudatát elveszítette. Tehát bebizonyította, hogy öntudata, hát nem sok. Azért akarták, vagy azért akarják, vagy most már kevésbé most, mert bebizonyították, hogy erre van egyszerű módszer, azért akarták betelepíteni a barrákat és a feketéket Európába, hogy a vegyes házasságnak köszönhetően a fehér utódok, félfehér utódok már ne öntudatosak legyenek. De ennek egyszerűbb módja volt a koronavírus válság bevezetése, ha megnézitek. Egy kicsit gyorsabb reakciót váltott ki, és derült ki, hogy kik az öntudatosak és kik a nem öntudatosak. Tehát mit jelent a nem öntudatos? Azt jelenti, hogy bocs, hogy ezt kell mondanom, birka. Érted? Birka. És az orránál fogva lehet vezetni. A birkát ugyan nem az orránál fogva vezetik, de kolompal. Oké? És a kolompoló birka után megy. És arra megy, amerre a, mondjuk a puli tereli. Oké? Jó, tehát most gyönyörű terelgetés van a világban, ha megnézitek, itthon Magyarországon is, és az emberek szépen birkaként terelődnek. És ez a teszt folyik most, hogy ki a birka, vagy ki az aki öntudatos. Oké, ha valakinek ez nem tetszik, bocs. Jó, ennyit tudok mondani. Jó, úgyhogy lényeg az, hogy ugye lassan már Magyarországon oda fordul, hogy a lakosság nagy része, vagy talán már nagy része elveszítette az öntudatát azzal, hogy ugye úgy működik, ahogy működik, és birkává vált. Nem, most nem az oltás hatására mondom, hanem azért, mert ugye az oltást választotta. Most ugye mióta beszélek arról, gondoljátok végig, nagyon rég, 10 éve, hogy az embereknek mi a legfontosabb. Nem a küldetésük, amiért születtek. Azt se tudják, mi az. Legalábbis nagyon, nagyon kevesen tudják, mi a küldetésük. A lakosság létszámához képest. Pedig hót egyszerű, kb. 2 perc alatt megállapítható bárkinél. Nem is ez a lényeg. Hát az a lényeg, hogy ugye mit mondtam ebben a kapcsolatban. Azt, hogy az embereknek az a legfontosabb, hogy pihenjenek, utazzanak, nyaraljanak, menjenek iszogatni, eszegetni, érted? De nem otthon, hanem valahova menjenek eszegetni, iszogatni. Ez a legfontosabb. Tehát magyarul, hogy kiszolgálják a saját testüket. A testünk az csak egy eszköz, méghozzá semmi más, az csak egy hordozó eszköz. És ők egy, bocs, hogy ezt mondom, egy szar eszközért dolgoznak. Tehát csak azért mondom, hogy szar eszköz, tudod, mert az egész világegyetemben a leghitványabb test. Az összes értelmes lény közül. Ugyanis ez a legrövidebb élettartamú. Tehát ennél rövidebb élettartamú értelmes lény, mint az ember, nem létezik. Na most onnantól kezdve akkor elég hitvány. Nem?
Na most, ha ezt jobban végig gondoljuk, hogy vannak olyan testek, amelyek képesek akár több ezer évig élni, na most onnantól kezdve akkor gondold végig, a mi testünk hol van ahhoz. Oké? Ez olyan, mintha például lenne egy olyan autón, amelyikhez 100 évig nem kell nyúlni. A mostani autókat akkor azt mondanád hozzá, hogy szar. Érted? Világos ez? Na most ugyanígy van a test az emberek esetében. De miért van ez? Azért, mert ebben a testben ez a test úgy működik, hogy nem kell hozzá nagyon külső forrás ahhoz, hogy képessé válj arra, hogy magadnak problémákat okoz. Érted? Tehát amikor ezt a testet létrehozták, nem tudták, hogy ezen a bolygón vannak olyan lények, akik az elnyomást el fogják indítani. Ezt nem tudták. Azért hozták létre ilyen formában ezt a testet, mert ez a test úgy működik, hogy saját magának is problémát tud okozni. Miért? Azért, mert úgy működünk, hogy kettős elménk van. Van egy gondolkodó, tudatos rész, és van egy olyan elménk, amely emlékképeket rögzít. És a negatív emlékképeket hasonló helyzetben felhozza. És lekapcsolja a gondolkodást, ez az elme, és úgy arra kényszeríti az egyént, hogy úgy cselekedjen, ahogy avval a kapcsolatban, avval a negatív emlékképpel kapcsolatban tapasztalatot szerzett. Na most az a baj ezzel, hogy a jelen az soha nem azonos a múlta. Soha. Ezáltal, amikor egy ember az emlékképei alapján cselekszik, vagy egy adott emlékkép alapján cselekszik, akkor biztos, hogy nem a legideálisabban cselekszik. Ez hold biztos. Na most ezáltal az egyén hibázik. Tehát nem kell hozzá másik személy, érted? Maga létrehozza a hibázást. Az lehet egy hibás cselekedet, egy hibás döntés, mindegy. De hibázik. És a hibázásból mindig probléma keletkezik. Mindig. Nincs olyan, hogy hibázol és nem lesz annak negatív következménye. Oké? Tehát nincs ilyen. És kire nézve lesz negatív következménye? Elsősorban rád, másodszorban másokra. Na most onnantól kezdve, hogyha az ember képes így működni, ezáltal képes arra, hogy olyan dolgokat is megéljen, amit másfajta testben, ahol nincs egy ilyen emlékkép rögzítő elme, ott nem tudna megélni. Ezáltal az ember megtapasztal minden rosszat, minél kevésbé tudatos, annál több rosszat. A rossz ellen csak egyetlen egy lehetőség van, a kiút, az egyetlen egy dolog, az az ember fejlődése, fejlődni meg tudás nélkül és tapasztalat nélkül lehetetlen. Tehát lehetetlen. Az embernek van egy olyan fajta működése is, hogy ugye van a másik része az elmének, ahol gondolkodik, ami teljes egészében hasonlatos a felsőbbrendű lényeknek a működéséhez. És ha az ember eléri azt, hogy ne működjön az az agyfélteké, amely az ember emlékképeket rögzíti, és ne kapcsolja le a tudatát, ha ezt el tudja érni, már pedig ezt is csak tudással lehet elérni, ha ezt az ember el tudja érni, már pedig erről a második részben fogok tanítani, ha ezt el tudja érni, akkor
nyílik meg számára az a lehetőség, hogy olyan tudáshoz is jusson, amit nem kell tanulnia. Tehát az azt jelenti, hogy nem kell elővenni egy könyvet, egy videót, nem kell mestert hallgatnia, hanem megnyílik az a fajta tudástár, amit a tudata tud az illetőnek rendezni. De ehhez ugye az embernek képessé kell válni arra, hogy az emlékképeket rögzítő, mi ezt úgy szoktuk nevezni, hogy reaktív elméje, mert ugye van az aktív, meg van a reaktív, az aktív a gondolkodó, a reaktív az emlékképek alapján működő. Ez a reaktív elme, ez teljes egészében, ha képes kordába tartani, akkor képes arra az illető, hogy az aktív elmén keresztül olyan információkat, tudást kapjon, amely alapján tud úgy működni, hogy helyes döntéseket hoz, helyesen cselekszik, és ezáltal nem okoz problémát. Jó, tehát olyan tudás is akár, ha szükséges, amit mások egyáltalán nem tudnak, még talán könyvekből sem előkaparni. Oké? No, szóval, és akkor menjünk tovább. Tehát lényeg az, hogy a történelem során 2012-től nyílt meg az a lehetőség. Nagyon érdekes, mert 2012-től nyílt meg az a lehetőség, és mikor december 22-ével nyílt meg az a lehetőség, hogy ugye tömegesen változzanak meg az emberek, és kerülhessenek be az aranykorba. És nagyon érdekes, mert ugye mikor döntöttem el, hogy én ezzel fogok foglalkozni, 2013. januárjában. Nagyon érdekes. És elkezdtem előkészülni, és 2013. július közepén elindítottam az ilyen típusú képzéseket. Tehát gyakorlatilag mondjuk azt, hogy fél év alatt felkészültem arra, hogy ezt meg tudjuk csinálni. De azért ugye szeretném elmondani, hogy engem mindig érdekelt, vagy érdekelt volna sokáig, de aztán utána sikerült csak ugye a mikortól, a 90-es évek elejétől hozzájutni olyan forrásokhoz, hogy hogyan működik az ember és az élet. Ténylegesen hogyan működik az ember és az élet. Mindig érdekelt volna, de csak onnantól kezdtem el felderíteni ezt a fajta tudást, és ez azt jelenti, hogy ugye addigra, 2012-re ezen a téren nem kis és nem kevés ismeretet szereztem, hiszen több millió forintot investáltam be az ilyen irányú képzésembe. Tehát én 91-től már azt tanultam, hogy a legjobb befektetés a saját tudásodba való befektetés. Tehát annál jobb befektetés nem létezik. Szóval lényeg az, hogy, ugye mi a folyamata az egésznek. Tehát ugye kaptam ezzel kapcsolatban látomást, hogy miért, mi, hogyan, stb. Stb. Mit kell csinálnunk, be kell vinni az emberiségnél, akit csak lehet az aranykorba, de az ő döntésük. Akik bekerülnek az aranykorba, ott mondhatjuk azt, hogy szinte biztos, hogy felkerülnek a magasabb létformába, mert most nem biztos, ameddig ugye vannak elnyomók, emlékeztek erre, hogy erről beszéltem, mert a elnyomók miatt a szociális emberek tudása az ilyen.
És ugye meg kell tanulni azt is kezelni például, hogyha elnyomást kapsz, akkor hogyan működj. Tehát hogyan kezeld az elnyomást, vagy akár egy személyes elnyomót. Ugye most egyértelműen kapsz személyes elnyomásokat egyesektől, és sokkal többet, mint valaha, és kapsz központi elnyomást is, tehát közvetett elnyomást. A közvetett elnyomással ugye nem tudsz személyesen kezdeni, a közvetett elnyomásra csak itt tudsz kezdeni belül. Tehát fizikailag a közvetett elnyomásra semmit nem tudsz kezdeni. Egy közvetlen fizikai elnyomással tudsz. Tehát egy közvetlen elnyomással tudsz kezdeni fizikailag. De egy közvetettel nem. Mi a közvetett? Hát mitől hoznak rendeleteket, hogy hordjál maszkot, meg stb. Meg ide nem mehetsz, meg oda nem mehetsz. Hát ez a közvetett elnyomás. Ezzel sokat nem tudsz tenni. Érted? Jó? Tehát az a feladat, hogy bejussunk az aranykorba, és az aranykorban elérjük azt, hogy minél több ember jusson minél hamarabb a magasabb szintű létformába. Tehát a magasabb szintű létforma az egy angyali létforma, ott kezdődik a magasabb szintű létforma, ahol te akkor használsz testet, amikor muszáj. Ez azt jelenti, hogy kibe tudsz járni a testedbe, és ugye azért annyit érdemes a lélekről tudni, hogy a lélek halhatatlan, mérhetetlen mértékű tudást tud befogadni, tehát nincs korlátja a tudásának, és na itt kezdődik a probléma, hogy mérhetetlen tudásra képes, mert ezáltal, hogy mérhetetlen tudásra képes, ugye hát a tudásban nem csak jó dolgok vannak, hanem gonosz dolgok is vannak. És ha egy lélek megtanulja mondjuk egy földi utolsó létében, hogy milyen a rossz, és megtanulja azt, hogy annak milyen hatásai vannak, akkor azt is megtanulja, hogy ő többet nem akar másoknak rosszat tenni. Tehát most gondold végig, ami a sorsodban megtörtént, az semmi nem véletlen. Ami annyit jelent, hogy neked azt meg kellett élned. Tehát meg kellett élned. Ameddig nem tudod, hogy miért kellett megélned, addig szenvedsz minden egyes problémától. Amikor megtanulod, hogy egy problémát miért kellett múlt időben megélned, akkor onnantól kezdve megszűnik ez a szenvedés, mert tudod, hogy az a probléma, amit megszenvedtél, az érted volt? Mondom, a második részben erről részletesen fogunk tanulni, mint technológia, hogy mit csinálj, jó? De a második részben ugye azok vehetnek részt, akik tanulok. És akkor menjünk tovább, tehát ha az ember megtanulja azt, hogy tudjon különbséget tenni a kicsit rossz, még rosszabb, annál is rosszabb, nagyon rossz között, és tudjon különbséget tenni a kicsit jó, még jobb, nagyon jó vagy nagyon-nagyon jó között, amire most ugye sokan azt tanítják, hogy a jó meg a rossz az nézőpont kérdése. Hát erre csak ezt mutatok be nekik, jó? Csak úgy mondanám,
és lényeg az, hogy egyáltalán nem nézőpont kérdése, hanem pontos etikai meghatározás. És ezek az etikai alapelveket égi alapelveknek is nyugodtan lehet tekinteni, mert pontosan azok. És ha ezeket az égi alapelveket valaki ismeri és betartja, akkor tudja az ember betartani, ha nem kap elnyomást. Márpedig odafönt, a fenti létformában nem létezik olyan, hogy elnyomás, és annak ugye a próbája az aranykor lesz, ahol szintén nem lesz elnyomás. És mivel ugye az élet, tehát az ideszületés, ebbe a testbe születés az a fentiek feladata volt, és ők intézték, ugyanúgy az elhalálozás nagy része is az ő feladatuk. Miért mondom, hogy nagy része? Mert például az öngyilkosság az nem ide tartozik, vagy az sem ide tartozik, amikor valaki természetes módon hal meg. Tehát az azt jelenti, hogy már mit tudom én, idős, végelgyengülés, stb. Stb. Vagy ő maga olyan betegségeket idéz elő a saját testében, hogy akár az halálossá válik, stb. Stb. Jó, hát ez nem kell fenti közreműködés. De például az fenti közreműködés, hogy valaki mondjuk egyik pillanatra másikra meghal, vagy az is felső, tehát fenti közreműködés, hogy valaki elalszik, és nem kell föl, és közben előtte meg semmi baja nem volt. Persze az orvostudomány az ilyen esetekben, mikor ilyen hirtelen halál van, akkor mindig kitalál valamit, hogy miért történik a hirtelen halál. Vagy például ugyanilyen, na most erre csak mondanék egy dolgot, hogy akkor orvostudomány mit kezd például a baleseti halállal. Mert az is hirtelen halál. És ott nem vezethető vissza, hogy azért történt baleseti halál, mert az illetőnek ilyen-olyan-amolyan betegsége volt, hogy mit tudom én, megállt a szíve, vagy ez volt, vagy az volt, érted? Most csak úgy kérdezném az orvostudományt, hogy drága orvostudomány, mit kezdetek a baleseti halállal? Azt hogy magyarázzátok meg, hogy az mondjuk előzménye volt egy betegség annak a baleseti halálnak? Jó? Na, úgyhogy maradjunk ennyibe, tehát az összes olyan halál, ami nem normál úton történik meg, az szépen mind fentről intézték. Oké? És ugye mivel elég régen foglalkozok azzal, hogy követem az ilyen haláleseményeket, ahol lehet, mindig rájövök, hogy mi az ok. Ha más nem, akkor megsúgják fentről, hogy mi az ok, mi volt az ok, miért kellett neki elmenni. Oké? Sőt, nagyon egyszerű, még azt is ugye tudom az ilyen eseményekből, ha nem hal meg valaki, hanem csak mondjuk balesetet szenved, hogy miért kellett neki azt a helyzetet megélni. Természetesen egy pár kérdést azért föl szoktam tenni az illetőknek. Szóval lényeg az, hogy ezt azért mondtam, azért meséltem el, mert hogy mikor hal meg egy ember, aki még nem várományos a halálra, az nem emberi kérdés, hanem felső létforma, magasabb szintű létforma kérdés. Oké? Tehát azok, akik intézték, hogy leszülessen az illető, azok szépen el tudják intézni azt is, hogy na akkor most kivonják azt az illetőt az élők sorából. És ez az élők sorából való kivonás, ezt csak úgy mondanám, hogy elkezdődött. Ezt ígérem már jó régen, akik régen itt tanulnak, pontosan tudják, hogy ez hamarosan el fog jönni. És ez szépen elindult, mikor a negyedik negyedévtől tavaly. Tehát tavaly a negyedik negyedévtől ez elindult. Pontosan a tavaly a negyedik negyedévtől. Úgyhogy ugye azt is megjósoltam, hogy lesz egy hatalmas válság, ugye tudjátok, emlékeztek,
ami most van, az nem koronavírus válság, az gazdasági válság, jó? És ez a gazdasági válság, ha azt gondolja valaki, hogy kilábalóban vagyunk, óriási tévedésben van, befelé megyünk. Nem véletlenül mondtam azt, nagyon régóta azt is, hogy készülj arra, hogy ilyen helyzetek lesznek 3 évnyi tartalékkal. Emlékeztek? Oké? És ez egyszerű, olyan gazdasági válság, mondom, ami még a Föld történetében csak a második világháborúhoz köthető. Oké? És még nem kifelé megyünk belőle, nagy tévedésben éltek, befelé megyünk. Na most, ami annyit jelent, hogy nekem tök mindegy, hogy te hogy gondolkozol, tök mindegy, hogy hogy gondolod, mind gondolod, érted? Mert szabad akarat van, érted? Engem az nem idegesít, ha valaki teljesen másként gondolkodik, mint én. Azon én már rég túl vagyok, hogy idegesítsen. Mert nem az én életem, hanem az övé. Érted? Én teszem a dolgomat, egyedül nem tudom tenni a dolgomat, nekem nagyon sok társra van szükségem abban, hogy meg tudjuk azt csinálni, hogy átadjuk az embereknek azt a tudást, amivel bekerülhetnek az aranykorba. És akkor nézzük, hogy ugye milyen területeken segít egyébként a civil életben ez a tudás. Hát van 10 életterülete az embernek, ebben a 10 életterületben mind segítséget nyújt ez a tudás, és akkor nézzük tovább. És az egésznek a célja, hogy olyan mértékű tudást nyújtsunk az embereknek, hogy képesek a lelki fejlődésre. Tehát erről az 1-es, 2-esről, na most elvált, ugye, kiderült, hogy mennyien tartózkodnak az 1-es, 2-esen. Oké? Tehát most aztán kiderült itt az elmúlt egy évben, vagy másfél évben, hogy mennyien vannak az 1-es, 2-esen. És fel kellene kerülni a 6. lelki szintre, a küldetés szintjére, az aranykorba jutáshoz. Díjmentes előadásaim során néhány esetben beszéltem már részletesen arról, hogy mit jelentenek ezek, és mi kell ahhoz, hogy az ember ezt megvalósítsa. Az aranykorba valaki bejut, akkor ugye ott már nem lesz elnyomás, és képessé válik arra mindenki, hogy a beteljesülés szintjére jusson. Tehát nem az aranykorban, tehát nem az a kérdés, hogy hogy jutsz föl a magasabb létformába, hanem az a kérdés, hogy bejutsz-e az aranykorba. Érted? Ez a kérdés. Mert aki bejut az aranykorba, az már bejut a magasabb rendű létformába is. Oké? Tehát a magasabb létformába is. Tehát ugye ott van egy angyali hierarchia, az angyali hierarchia legaljára kerül a legtöbb ember. Tehát azért mondom, hogy a legtöbb ember, mert mikor kikerülsz az emberi létformából és bekerülsz a felsőbb rendű létformába, tehát a magasabb rendű létformába, tehát nem jó szó a felsőbb rendű, a magasabb rendű a jó szó, tehát a magasabb rendű létformába bekerülsz, visszakapod az összes tudásodat, amióta a lelked létrejött, ugye a teremtő létrehozta a saját lelkedet, onnantól te tanultál, tapasztaltál, és az összes tudást visszakapod. Oké? De ugye az addig, míg nem voltál ember, megélhettél olyan fajta történéseket, eseményeket, helyzeteket, ami által nem biztos,
hogy teljesen etikus lélekként működtél. Ezért is kerültél a Földre. És az aranykorban azt kell megtanulni, hogy azokat az etikátlanságokat is felül tud írni. Világos ez? Tehát, hogy azok az etikátlanságok, ami a földi életed előtt voltak, azokat már nem működtesd a magasabb létformában. Oké? Tehát képes legyél arra, hogy azoknak a kényszerét levetközd. Oké? Tehát ezt meg tudja az ember, illetve a lélek csinálni, tehát nincsen vele semmi gond. Jó? Csak ez azt jelenti, hogy nem kis feladat. Tehát ezért gondold végig, hogy itt a földi létünk során innen az 1-2-ből 1-2-3-4 szintet tudunk, vagy 4 vagy 5 szintet tudunk emelkedni. Az aranykorban mindössze egy szintet emelkedünk. Tehát ami azt jelenti, hogy feltétel nélküli együttműködést kell tanulni. Ahol nincs, majd a jövőben tanuljátok ezt természetesen, ahol nincs olyan, hogy nem fogadsz el egy olyan lénynek az útmutatásait, amely a hierarchiában feletted áll. Érted? Hanem fogod és mondjuk lázadsz ellene vagy. Fogod és elutasítod. Érted? Tehát ez komoly, gondold végig. Most az emberek nagy része az egyel felett állót a hierarchiában a legtöbb nem fogadja el. Oké? És odafönt már nincs ilyen. A hierarchiában akik felette állnak, annak egy az egyben elfogadják az útmutatásait. Nincs utasítás, útmutatások vannak. Nincs parancs, útmutatások vannak. Világos ez? Na most a legtöbb embernek parancsolni kell, utasítani kell, hogy valamilyen szinten elfogadja a felette lévőnek a parancsát, utasítását, ezért nem tud útmutatást adni. Mert az illetőben ott munkálkodik az, hogy nehogy már ő megmondja nekem, hogy én mit csináljak. Tehát gondoljátok végig, hogy nem kis feladat lesz azért ott az aranykorban ezeket megtanulni, hogy képes legyen az ember arra, hogy zokszó nélkül a feletted lévőnek az útmutatásait elfogad. Érted? Minden melléggondolattól mentesen. Érted? Oké? Tehát nem azt jelenti, hogy neked nem lehet jó ötleted vagy véleményed. Nem. Csak arra már akkor, amikor az útmutatást kapod, már nincs lehetőséged, hogy kifejtsd. Világos az? Előtte van, de akkor már nincs. Érthető ez? Jó, tehát érdekes dolgok lesznek majd a jövőben. Most gondold végig, az emberiség még nem találkozott ilyen dologgal, mint amit most csinálunk. Ezzel minket megbíztak, nézzük csak. Azért csináljuk, mert előkészülünk, hogy 2035-ben aranykor lehessen. Menjünk még egy kicsit ide. Mert, igen, még előrébb. Mert a fentiek megbíztak vele minket, hogy minél előbb, minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján. Mert 2026-ig folyik a kiválasztása annak, hogy kik fogják tanítani az aranykorba jutókat. Oké? Mert az emberek, sőt az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van már 2012-től,
a lelki fejlődés. Nincs más. Tehát nincs más út. Tehát véget ért az az út, amit az emberiség élt az elmúlt évezredekben. Jó? Tehát véget ért. Tehát ami azt jelenti, hogy ennek az emberiségnek az időszakában az utolsó perceket éljük. Oké? Tehát nem kell attól félni, hogy eltűnik az emberiség, nem tűnik el, csak nem így fog működni tovább. Világos ez? Azért csináljuk, mert már előkészülünk, hogy 2035-ben aranykor lehessen. Mert az emberek azért vannak a Földön, hogy a lelkük arra a szintre fejlődjön, az aranykorban, hogy egy magasabb létformába kerülhessenek. Oké? Tehát most gondoljátok végig, valahonnan jöttél, mert nem ide jöttél a Földre, tehát neked volt akár több millió éves Földön kívüli előző életed. Nem életeid, életed egy. Több millió éves akár. És akkor itt, bocs, rohadunk ezen a bolygón. Érted? Gondold végig. És akkor itt játsszuk a kis játszmáinkat. Oké? Egymással. És akkor vannak a hatalomban lévők, azok meg a néppel játsszák a játszmáikat. Gondold végig. Jó? Tehát nem ez a dolgunk, nem ez a dolgunk. Tehát nem azt mondom, hogy a szükségletedhez ne teremts meg mindent, de a szükségletedhez. Érted? És ha a szükségletedet veszed figyelembe, akkor egy csomó időd marad tanulni. Világos ez? Csak az a baj, hogy nagyon sokan nem csak a szükségleteikért dolgoznak, és töltik el az idejüket, hanem az igényeikért is dolgoznak, és töltik el az idejüket, meg a vágyaikért dolgoznak, megtöltik el az idejüket, és nem marad idejük a fejlődésre. Világos ez? Tehát ha a szükségleteidet teljes egészében azért dolgozol, hogy azt kielégítsd, akkor egy csomó időd marad. Oké? Jó? Tehát a szükségleteid, ha rendben vannak, nem vagy szegény. Érthető? Tehát azt is megtanulod itt, hogy hogyan mozgósítsd azokat az energiákat, amely időt hoznak létre számodra arra, hogy tanulj, és kevesebb időn belül képes legyél arra, hogy megteremtsd a szükségleteidhez szükséges eszközöket. Oké? Tehát most az emberek úgy dolgoznak, hogy bizonyos energiákat nem használnak ki, egy részben azért, mert nem tudják, hogy hogy kell, kettő, mert nem kapják meg azokat az energiákat, mert nem érdemlik meg. Oké? Ha az ember tanul itt nálunk, akkor ezeket megtanulhatja, hogy hogyan jusson olyan energiákhoz, ami által könnyebben boldogulsz a szükségleteiddel kapcsolatban, megteremtésével kapcsolatban, és hogyan kapj olyan energiákat, ami által ugye lesz elég időd, hogy tanulj, és foglalkozz ugye a saját magad fejlesztésével. Mert a saját magad fejlesztése az nem csak a tanulás, hanem a gyakorlás is. Tehát a gyakorlás is ide tartozik. Körülbelül ennyi fért bele itt az első részbe.
Jó? Ha részletesebben akarsz tudni dolgokat rólunk, tevékenységünkről, akkor nézd körül az oldalon, kérdezd az ajánlódat, vagy kérdezd a vezetődet, vagy kérdezd az igazgatódat, jó? Akik itt ugye részt vesznek már régebben a tevékenységünkben, mert tanulunk, és nem csak tanulunk, hanem szervezzük a tanulókat. Oké? Jó, és tehát ezáltal akik szervezik a tanulókat, nyilván jóval több tapasztalattal rendelkeznek, mint azok, akik nem szervezik a tanulókat. Mindenkinek sok sikert kívánok, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Remélem találkozunk úgy, hogy te is itt tanulsz köztünk. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a kérdést Szerdacsik Miklósnak. Ismét sok érdekes újdonságot hallottunk szerintem. Ugye mondhatjuk azt, hogy ezt nem lehet megunni. Pár szót magunkról. Eredendően a civil foglalkozásom vasesztergályos volt, hát azon gyorsan túlléptünk. Utána jöttek sokkal érdekesebb dolgok, a legérdekesebb ugye az most történik. 18 éve vagyunk spirituális úton, és ebből az utóbbi 6 év a PPH-ban töltődött el. Soha sehol nem kaptunk ennyi mindent, ennyi felismerést és fejlődésre tanítást, mint ami szerintem itt kaptunk meg. Bátran ajánlom mindenkinek, hogy nyugodtan kezdje el, soha nem fogja megbánni. Egy valamit veszíthet, az egóját. Gyuláról jöttünk. Családi helyzetem a párom mellettem áll, egy kislányunk van. És a Nyílt Akadémiát azért kezdtem el, mert egyszerűen mondva találtam egy reklámot a Facebookon, és elutaltam a tandíjat, és így kezdődött a mi pályafutásunk. Ez a nagy kaland Szedlacsik Miklóssal együtt, amiben most épp benne vagyunk. Úgy néz ki, ez még jó sokáig is fog tartani, igaz, Ibolya? Ez így van. Ez életünk végéig, mondhatjuk így. Én is szeretném megköszönni Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikus előadást. Ezt tényleg valóban mindig lehetne hallgatni, sőt én ilyenkor mindig az van bennem, hogy ezt már egy iskolába tanítani kellene, és sokkal boldogabb felnőtt emberek lennének a világban, ha már ezekről a dolgokról tudnának, amit mi itt kapunk. Gyuláról jöttem, nekem eredendő civil foglalkozásom, kereskedelmit végeztem. Mi 25 éve egyre boldogabb házasságban élünk. Én a Nyílt Akadémiánál azért kezdtem el a képzést, mert hallgattam a képzéseket, és láttam, hogy ennél jobb hely nem lesz. Mint ahogy a párom is elmondta, hogy nagyon sok képzésen vettünk már részt, de én sehol nem kaptam olyan módszereket, amit tényleg be tudok építeni az életemben, ami valóban működik. Nagyon jó úgy élni az életünket egyébként, hogyha megyek és Gyulán, hogy lakunk a városban, és találkozok emberekkel, és mindenki bele van mélyülve abba, ami most van a világban. És tudjátok, milyen jó úgy járni, kelni és élni az életemet, hogy nem ebben foglalkozom. De én azért nem foglalkozom ebben, mert itt tanulok, és megvannak azok a módszerek, amivel tudom kezelni az életemben jövő problémákat. És úgy tudom kezelni, hogy... Tehát ezt úgy akarom, azt értem, hogy nem süllyedek bele abba a problémákba, amit valóban most az emberekre rányomnak. Ez az elnyomás. És nagyon jó például az is, hogy ha bármilyen
akár legyen ez párkapcsolati, vagy akár a gyermekem nevelésében, vagy tényleg ez a 10 terület, amit ki volt vetítve, ha azt nem tudjuk jól működtetni, és ezt tényleg itt tanultuk meg Szedlacsik Miklós tanítása által, nem fogjuk tudni működtetni az életünket. Tehát ezek a, ami, ez a 10 terület az életünkben úgymond, azt gondolják az emberek, hogy ezt tudják. Mi ezt megtapasztaltuk, hogy nem. És tényleg azt is látjuk, akik itt vannak a csapatunkban, és ide jönnek tanulni, és beépítik az életükben az itt tanult módszereket. Egy csodálatos életük van, csodálatos életed lehet. Én azt hiszem azoknak az embereknek, akik már, mert tudjuk, hogy vannak olyan, akik régebb óta hallgatnak, hallgatják az első részeket. Én nem is tudom, hogy miért gondolkoztok rajta. Hisz igazából nincs veszíteni valótok. Itt nincsen semmi kötelezettség. Gyertek el, hallgassátok meg, váljatok tanulóvá, és ha már az első rész tetszik nektek, mert évek óta hallgatjátok, higgyétek el a tanítási részben, a második részben, sokkal több dolgot kaptok, és olyan dolgot, amit tényleg azt tudom mondani, hogy egy boldog életet tudsz vele élni. Úgyhogy ne gondolkozzanak rajta, ne gondolkozzatok, gyertek és próbáljátok meg. Eleinte nekem is furcsa volt, amikor hallgattam a Miklósnak az adásait, hogy nincs másik ilyen hely, és ezt én is kimerem jelenteni, hogy nincs másik ilyen hely a Földön, ahol egy ilyen tanító van, mint Szedlacsik Miklós, ilyen közösség, mint ami itt van. Mi az elmúlt hétvégén voltunk egy 3 napos vezetőképzőn, hát ott olyan információkat kaptunk, amit én sehol máshol nem hallottam még. Ami a jövőben kell, információk, hogy boldoguljunk a jövőben, ami ránk vár. Úgyhogy egyszerűen tényleg ne gondolkozzatok, gyertek, nézzétek meg, hallgassátok meg a második részeket is, és induljatok el. Hogy a legkönnyebb elkezdeni? Szétnézel a Facebookon, válaszolsz magadnak egy szimpatikus PPH-st, beszélgetsz vele egy kicsit, és lehet, hogy ő lesz a mentorod, onnantól kezdve segít neked abban, hogy kell elutalni a tandíjat, ami ugye nem egy nagy összeg, és aztán elkezded a tanulást, segítenek abban, hogy kell a weboldalon eligazodni, minden le van írva, teljesen egyszerű az egész. Még az is eszembe jutott egyébként, hogy igen, amikor így beszélgetünk emberekkel a szervezés által, hogy miért kérünk mi pénzt. Hát nem tudom, hogyha bárhol nézitek, vagy bárhol mentek, ingyen sehol nem fogjátok megkapni a képzéseket. Sőt, olyan áron, ami tényleg szerintem lehet, hogy sok ember elmenne, de azért nem megy el, mert nem tudja megfizetni. Na, itt nálunk nincs ilyen. Tehát ezt a pénzt, ha nem tudod kifizetni, akkor bajban van. Tehát itt tényleg úgy van, olyan összeg van, hogy ezt meg tudod fizetni. És ráadásul, hogy ugye mi úgy kezdtük el a szervezést, hogy erről is kicsit beszéljek, szokott róla szó lenni, hogy durván mondva van, aki nehezményező, hogy a Szedlacsik Miklós nyerészkedik. Ez marha érdekes szempont így belelátva már az egészbe, mert mi voltunk vagy 4 fajta képzésen, vittünk 10-15 embert oda is, meg se köszönték, hogy oda vittük őket. Itt nem csak megköszönik neked, hogyha embereket hozol, hanem még kapsz a tandíjukból részesedést. 75%-nál tartunk most a visszafizetésbe. Na, azt hiszem, hogy keresél még egy mestert, aki a fizetésének a 75%-át visszaadja a szervező tanulóknak. Szerintem nem fogsz találni sehol a világon. Még mindig eszembe jönnek a gondolatok. A másik pedig, amikor mi ide jöttünk tanulni egyébként, igazából a szervezésről mi nem is gondoltunk. Aztán majd egyszer csak felhívott minket a Szedlacsik Marian, hogy a tanulók által lett jutalékunk, és hogy mit kezdjünk vele. És tényleg csodálkoztunk, hogy nekünk jutalék. És utána teltek az évek, és hát jöttek a tanulók, gyűlt a pénzünk, és aztán elgondolkoztam azon, hogy hisz, amit mi teszünk, és én erre nagyon büszke vagyok, bárki embert ide behozunk, és tanulóvá válik,
én tiszta lelkiismerettel ajánlom neki ezt a iskolát, mert tudom, hogy evel a tudással jobbá fogja tudni tenni az életét. És szerintetek ennél jobb lehetőséget, ahol pénzt tudsz keresni? Tehát ilyen etikusan, és bármennyire is megnézzük a mai világban, pénz nélkül nem fogsz tudni boldogulni, és nem mindegy, hogy te azt a pénzt miből keresed meg. Mi ezt megtapasztaltuk, és tapasztaljuk itt, nem csak mi, hanem már mások is. A szünet után önismeret coachképzésünk lesz, melyen ha van lehetőséged, akkor várunk szeretettel. Ha úgy látod viszont, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és elköszönünk tőled. Most 25 perc szünet fog következni, azt mondja, hogy 45-ig szünet. Kérünk mindenkit, legyenek pontosak otthon is, hogy elkezdhessük az előadást. Köszönöm szépen!